25 milliárd forintot költöttek akadálymentesítésre az elmúlt években. A közintézmények legalább 35%-ában mégsem lehet akadálymentesen bejutni. De nyelvi tolmácsot, jelnyelvi tolmácsot is csak elvétve lehet találni, pedig a rámpákkal nem csak a kerekesszékesek, hanem a babakocsis szülők is jól járnának. Esélyegyenlőségi körkép Rédli Balázstól. Kislépés egy gyalogos, nagyugrás egy kerekesszékes számára. Az esélyegyenlőségi világnap alkalmából rákérdeztünk a BKK-nál, hogy a járművek mekkora része akadálymentesített. A buszok nagyjából harmada, a villamosok közül a kombinók. Ami egy kicsit húzós, az maga az ajtó. Tehát, hogyha húzni kell, azért az elég bonyolult, hogy tekert közben a széket is, és fogd az ajtót és húzd. Nehéz a bejutás az 5. kerületi okmányirodába. Zoli a kerekesszékesek megpróbáltatásairól mesél. Ő így nőtt fel, most tanul, önkénteskedik, sportol. Szükség is van a karizomra. Útpatka, villamossín, lépcsők, teli a város útakadályokkal. És a kikapcsolódás sem egyszerű. A 2 vagy 3 darab olyan moziterem van, amit hátulról, tehát föntről tudok megközelíteni, mármint az üléssort, és így ugye azért mégiscsak, tehát mindenki azért föntről szereti nézni a filmet, nem pedig így legalulról, és akkor utána néz föl kitörött nyakkal. Megnézzük az önkormányzat ügyfélszolgálatát is. Itt már van rámpa, meg fotocellás ajtó. Sokszor felajánlják, hogy segítsenek átmenni a zebrán, vagy segítsenek-e bármilyen járműre is felszállni. Ennek van mondjuk az a véglete is, amikor nagyon segíteni akar az ember, tehát én mindig azt mondom, hogy ajánljuk fel azt, hogy segíteni akarunk. Mielőtt megfognám a kerekesszéket és föltolnám arra a villamosra, amire mondjuk lehet, hogy föl se akart éppen szállni. Mozgáskorlátozottként reggelente át kell gondolni a napot, mondja az érdekvédő. Például nem mindenhol jár alacsony paddós busz, és sok bankba lehetetlen bejutni. Pedig a fejlesztések jó részével nem csak a kerekesszékesek járnának jól, hanem például a babakocsis kismamák is. Egyre több helyről lehet akadálymentesen utazni, csak az a baj, hogy ezt nem rendszeresen. Tehát van, ahol csak egy járat van, valahol két járat van délelőtt, két járat délután. Ahogy az adás elején mondtuk, kormányprogram nem lesz. Rákérdeztünk, egyelőre az esélyegyenlőséggel kapcsolatos célkitűzésekről sem tudni semmit. Csak azt, hogy főleg uniós pénzt költenek majd erre. A hazai civil szervezetek támogatása, ami magyar költségvetésből megy, azok a fejlesztések, amik egyébként egy-egy fogyatékossággal élő csoportnak szólnak, tehát külön az értelmi fogyatékos, külön sikert, külön nagyot hallok részére, azokra pedig uniós források is igénybe vesznek. 25 milliárd forintot költöttek akadálymentesítésre egy tavalyi minisztériumi tanulmány szerint. A közintézmények legfeljebb 65%-ába lehet akadálymentesen bejutni. De jelnyelvi tolmácsot például csak az intézmények 9%-a biztosít. Rédli Balázs, Hír 24.